Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió regionális híradója május 5-én pénteken. Felújítják a Moson-Magyaróvári tűzoltó laktanyát, több száz gyereknek tartottak közlekedésbiztonsági napot a tatabányai rendőrök, és négy győri játékos is bekerült a női kézilabda BL államcsapatába. A részletek hamarosan jönnek, de előtte nézzük ma esti kiemelt híreinket röviden. Robbanás volt egy lakatos üzemben Győrben péntek reggel, egy ember megsérült. Nyúlra érkezett a kormány országjáró körútján Bakondi György. A kormány főbelbiztonsági főtanácsadója a nemzeti konzultációról tartott fórumot. Harmadszor nyerne Bajnokok Ligáját a győri Audi Etokácia hétvégén. A Final Four elődöntőjében a Buducnost Podgoricával találkoznak a zöldfehérek. És felhős időre kell számítani, eső azonban nem várható. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Felrobbant egy lakatos üzem melléképülete pénteken reggel. A detonációkor a műhely biztonsági őre az épületben tartózkodott, csodával határos módon azonban kisebb sérülésekkel megúszta a robbanást. A melléképület teljesen megsemmisült, a lakatos műhely pedig annyira megsérült, hogy a tűzoltóknak el kellett bontaniuk. Hatalmas a felfordulás, tűzoltók takarítják a romokat. A péntek reggeli robbanás után ennyi maradt a lakatos műhelyből. Egy lakatos üzem mellett található szociális helyiségben robbanás történt. A győri tűzoltó kollégák 2 darab PB gázpalackot hoztak ki a törmelékek alól. A robbanás az kihatott a lakatos üzemre is, mert ennek a tetőszerkezete jelentősen károsodott. Az épületben a lakatos műhely biztonsági őre tartózkodott, aki csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta a detonációt. A közelben több ember is volt, a szomszédban működő asztalos műhely dolgozói éppen reggeliztek, amikor észlelték a robbanást. A másik kollégák itt a szemben lévő ablaknál az iroda, ott ültek be hárman. Nekünk meg itt a kék fonyva mögött van az étkező rész. És akkor mindenki szutottan erre látott? Hát ahol volt a szerencsé, hogy az ablak nyitva volt, mert akkor volt a detonáció, ránk brutotta volna, hát megremegett a fal minden. 5 méter a két műhely között a távolság nem nagy, úgyhogy elég nagy volt a detonáció. Sajnos hát itt a műhelynek az első, bal első felébe volt inkább a nagyobbik robbanás, nem nagyobbik, mert ugye egy volt, de abban a pillanatban mondom, próbáltunk jönni ki, egy kisebb tűzpolc volt, azt próbáltuk poroltóba oltani, de aztán eltességültek bennünket, mert a kocsi is benn volt, tehát annál is fennállt a veszély, hogyha még esetleg fölrobbanhat. A palatető darabkája belefúródott az autó tetejébe, az ablakok is betörtek, ez a 3 kocsi a lakatos műhely udvarán állt. Ami sok volt elsőre, hogy a 3 autó totál káros, ami az udvaronnál, meg hát, hogy a szomszéd épület félig ledölt. Azt, hogy mi okozhatta a robbanást, a hatóságok vizsgálják. Nyúlra látogatott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A látogatás része volt annak az országjáró sorozatnak, amelyen a kormány képviselői minden választókerületbe ellátogatnak, és ismertetik a kormány álláspontját a nemzeti konzultációval kapcsolatban. 760 ezeren küldték vissza eddig a nemzeti konzultációs íveket, erről is beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Nyúlon. Hozzátette, hogy a kormány nem enged a külső nyomásnak a fontos kérdésekben, ugyanakkor kíváncsiak arra, hogy mekkora támogatásra számíthatnak a lakosság részéről. Biztos vagyok benne, hogy ezek a konzultációk, ahol mód van brüsszeli politikáról, migrációról és más kérdésekről konzultálni, ez újabb lendületet adhat, és hát a kormánynak pedig az a nagyon fontos, hogy minél több ember válaszát megismerje, és minél nagyobb támogatást érezzen, amikor ellen kell álljon politikai nyomásnak, vagy majd meg kell vívja azokat a csatákat, amelyeket a jogi eljárások jelentenek, mondjuk a migrációs politikával szemben. A fórum egy országjáró sorozat része, amelynek lényege, hogy az emberek személyesen is elmondhatják véleményüket a nemzeti konzultációban szereplő kérdésekről, tette hozzá Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője. Azt a célt tűztük ki, hogy minél több embernek a véleményét megismerjük, illetve minél több ember el tudja mondani a véleményét, ennek kétféle formája lehet, vagy elküldik, visszaküldik a nemzeti konzultációs ívet, vagy pedig ilyen személyes találkozón tudunk egymással beszélgetni. Én képviselőként mindig sok erőt, energiát fordítottam a személyes találkozókra, ezért van most ez a nyúli találkozó is, ahol természetesen sok-sok faluból, illetve Győrből vannak itt vendégek. A következő hetekben minden választókerületben tartanak majd hasonló fórumot a kormány képviselői.
Gázpisztollyal lőtte arcon vita partnerét egy férfi Moson-Magyaróváron. Azt sérelmezte, hogy járművével rátulatott a háza előtti bokorra. A kocsi sofőrje könnyű sérüléseket szenvedett, a gyanúsítottat már kihallgatták a rendőrök. Erre a bokorra tulatott rá egy férfi teherautójával Moson-Magyaróváron. A kisalföldnek azt nyilatkozta, földet szállított az egyik ház udvarára. A tulajdonos azt mondta neki, nyugodtan álljon a kerítés mellé, a munka után úgyis rendezni szeretnék a területet. Ekkor jelent meg a 72 éves szomszéd, aki számon kérte a fuvarozótól, hogy tönkretette a bokrot. A szóváltás után a Moson-Magyaróvári lakos elővette engedéllyel viselt gázriasztó fegyverét, és egy alkalommal arcon lőtte vita partnerét. A férfi ettől könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök már kihallgatták a gyanúsítottat, engedéllyel tartott pisztolyát pedig lefoglalták. Már dolgoznak a szakemberek a Moson-Magyaróvári tűzoltó laktanya felújításán. A munkák során a főépület az eredetivel külsőre azonos, de korszerű, szürkesség betoncserépfedést kap. A felújítás során az épület jellegzetes megjelenését adó ökörszemablakok faszerkezete és bádokborítása is megújul. Az ökörszemablakok felújításához Moson-Magyaróvár önkormányzata is hozzájárult 1 millió forinttal. Mintegy 200 gyerek vett részt Tatabányán a Biztonságos Közlekedésre Nevelés az Óvodában című nyílt nappal egybekötött vizsgaprogramon. A gyalogos közlekedés mellett a biztonsági óvintézkedések, főként a láthatóság került a fókuszba. Ezzel kapcsolatban kellett feladatokat megoldaniuk a gyerekeknek, akik balesetvédelmi eszközöket és értékes ajándékokat is kaptak. A szezon legnagyobb megmérettetésére készül a győri Audi Eto Kc. A zöld-fehér kézilabdások a hétvégén a Papp László sportarénában lépnek pályára a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében, vagyis a Final Four-ban. Az utolsó edzés az Audi Arénában a Final Four előtt. Az Audi Eto Kc. Játékosaira nehéz hétvége vár, hiszen két nap alatt kell eldönteni, ki nyeri az idei kézilabda Bajnokok Ligáját. Ehhez a győrieknek ugyanúgy a Budućnosztan keresztül vezet az út, mint tavaly. Négy csapat lesz itt, mindannyian egyformán magas szintet képviselnek. Apróságok fognak dönteni, melyik csapat tud nyugodtan maradni, és ki tudja ezeket az apróságokat a maga javára fordítani. Akinek sikerül, ott lesz a döntőben. Tavaly az elődöntőben mindössze egyetlen góllal győztek a zöldfehérek, a meccs keménysége pedig jól mutatja, hogy másnap mind az Audi Eto, mind a Budućnost vereséget szenvedett. Görbicék azonban abban bíznak, hogy idén ilyen gond nem lesz. Szerintem ez a négy csapat ugyanolyan teljesítmény nyújtott az egész szezonban, voltak jó meccsei, voltak kevésbé jó meccsei, úgyhogy nem foglalkozunk azzal, hogy tavaly is ugyanezek a mérkőzések voltak, ez most teljesen más mérkőzések lesznek, úgyhogy bízom benne, hogy nem ugyanaz lesz mind a két nap a kivitele. Több olyan játékos is van az Audi Eto jelenlegi keretében, akinek egyelőre hiányzik a BL serleg a gyűjteményéből. Nora Mörk ugyan megnyerte már a legrangosabb európai kupasorozatot a Larvikkal, zöld-fehér mezben azonban neki is ez lesz az első nemzetközi kupa döntője. Mindent megteszünk és meg is tettünk, mind az edzések, mind pedig az idáig vezető mérkőzések alatt, hogy eljussunk a döntőig. Most kizárólag a Budućnost jár a fejünkben. Ha jól játszunk, akkor ott a lehetőség, hogy nyerjünk. Nagyon kemény lesz, az egészen biztos, de megcsináljuk. I think we can do it. A győri Audi Eto Kc. A Final Four elődöntőjét szombaton 4:45-kor játsza. A Final Four alkalmából ezúttal is kivetítőn szurkolhatnak a szimpatizánsok a győri Audi Eto Kc. Sikeréért. A kivetítőt Győrben a Dunakapu téren állítják fel, ahol a hétvége minden négy mérkőzését meg lehet majd nézni. Az első napon, május 6-án a győri Audi Eto Kc. Az első mérkőzésen lép pályára 15:15-kor a Budućnost Podgorica ellen. A Bukarest és a Várdár Szkopje találkozója pedig 3:45-kor kezdődik. Vasárnap ugyanebben a két időpontban lesz előbb a bronzmérkőzés, majd a döntő. További hír a csapat házatájáról, hogy a BL államcsapatában négy játékos, Kari Olvi Grimsbø, Nora Mörk, Nike Grót és Eduard Amorim, valamint a vezetőedző Ambros Martin is bekerült. A címvédő győzelmével ért véget az idei női kosárlabda bajnokság. Az Unika Sopron zsinórban harmadszor lett bajnok. A három győzelemig tartó párharcban a szekszárdiak legutóbb otthon kétszeri hosszabbítás után szépíteni tudtak. A Sopron azonban ezúttal ellenállhatatlanul játszott és 82-56-ra nyert, ezzel végleg eldöntötték a bajnoki cím sorsát. Így ünnepelte az Unika Sopron története 11. bajnoki sikerét. A címvédő zöldsárgák az alapszakaszt ugyan a második helyen zárták, de a fináléban az első perctől a kezükbe vették a sorsukat. A soproniak a döntő negyedik párharcát fölényesen nyerték,
így összességében 3-1-re múlták fel ellenfelüket. Én nagyon izgultam a csapatért, végig ha kispadon voltam, ha bejátszottam, nagyon-nagyon izgultam, és együtt voltunk, nagyon a csapat, úgy érzem. Itthon azért meg tudtuk mutatni, hogy ki a bajnok. Extra képességek jöttek a világ minden tájáról, össze kellett őket valamiképpen toborozni, hogy egységes irányba húzzanak, ezek szerint sikerült. Az idei szezon egyik meglepetés csapata az alapszakaszt élen záró atomerőmű KSC Szekszárd volt. Először játszottak döntött történetük során. A bajnoki döntőben se úgy jöttünk ide, hogy mi megelégszünk az ezüstéremmel. Szerettünk volna minél több meccset nyerni, megszerezni a bajnoki címet. Ez sajnos nem sikerült, de én is nagyon büszke vagyok a csapatra, a városra, a szurkolókra. Tényleg ez egy hatalmas eredmény számunkra. Az idei dobogon tehát mindenki boldog, hiszen a szekszárdiakhoz hasonlóan a bronzérmes ceglédiek is sporttörténelmet írtak. A már biztos kieső Gyirmót FC Győr a Diósgyőrt fogadja a hétvégén a labdarúgó NB1-ben. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik. A másodosztályban a Moson-Magyaróvár és a Dorog is otthon játszik a hétvégén. Előbbi a Békés Csabát, utóbbi a Puskást fogadja vasárnap délután 17:30. Fél órával később kezdődik a Sopron Siófoki vendégjátéka. Az NB3-ban Kaposvárra látogat a Komárom, az Eto FC Győr pedig az Ajka ellen gyűjtheti be újabb győzelmét. A Gyirmót FC második csapata a Csornával találkozik vasárnap délelőtt. 23. alkalommal avattak bajnokokat a győri óvodás olimpián. A gyerekek ezúttal is ajándékkal és egy jó élménnyel térhettek haza, bár ebben a korban a részvétel még az eredményességnél is fontosabb, azért illik megemlíteni Burján Benet nevét, aki 3 aranyéremmel tért haza a magvasi sportcsarnokból. Nem fukarkodtak az ajándékokkal a szervezők ezúttal sem a győri óvodás olimpián, ahol a megnyitó ünnepséget követő bemelegítés végén ismét volt lufi eső, majd jöhetett a csapatverseny és az egyéni számok. A fiúk kislabda dobásában a favorit magyarúti Jankó Máténak ezúttal 15,5 méteres eredmény is elég volt az olimpiai bajnoki címhez. Habony Márton és Bekő Bálint állhatott fel még a dobogóra mellé. A lányok versenyében a nagybácsai Francsics Jászmin 14 méteres dobása ezen a délutánon utolérhetetlen volt. Hegedű Zsibolya és Tanka Tamara volt hozzá a legközelebb, ez ezüstöt és bronzot jelentett számukra. A legjobb időbe jutott be a 16-os döntőbe a Brunswick oldalból Burján Benett a 30 méteres futásban, aki a narancsárga felsőben ismét a leggyorsabban szedte a lábait, megelőzve Patrick Áront és Széles Lagyvik Leventét is. A lányoknál a Kovács Margitból a selejtező legjobbja, Endrédi Mia sajnos belárosodott, így ki kellett hagyni a döntőt. Iker testvére Gréta így helyette is futott és nyert, megelőzve Lakatos Fannit és Tunner Zoé. A helyből távolugrás aztán meghozta az olimpiai duplázást, Burján Benett 166 cm-es ugrásával immár a második bajnoki címét söpörte be, Hidvégi Márk és Jankó Máté előtt. A lányok versenyében is a brunswickosok diadalmaskodtak, Csáki Mola 154 cm-es eredménnyel lett ovi olimpiai bajnok, megelőzve Szobor Stefániát és Nagy Jászmin Zsófiát. Izgalmas versengés adott a sorverseny szuperdöntője, ahol a gyerekek számukra eddig ismeretlen feladatokkal találkoztak. Világoszöld felsőben az Erzsébet ligeti, narancssárgában a Brunswick, fehérben a Sümbalás, citromsárgában a Ménfőcsanaki, és kékben a Péter Fiovisei talicskáztak, rollereztek, virágot ültettek és szedtek alany bújtak át a karikán, hogy a lehető leggyorsabban visszaérjenek a kiindulási ponthoz. A legjobban ezúttal a Brunswick ovisok teljesítettek, akik a címvédő Erzsébet ligetiek, illetve a rekordbajnok marcalvárosiak előtt nyerték meg a játékos sorversenyt. A 23. győri óvodás olimpiáról az Oxigén TV az elmúlt évekhez hasonlóan ismét beszámol. Május 6-án és 7-én délután 4-kor, 6-kor, este 8-kor és 10-kor látható először a műsor, de mindez felkerül a televízió hivatalos YouTube csatornájára is. Robbanás volt egy lakatos üzemben Győrben péntek reggel, egy ember megsérült. Nyúlra érkezett a kormány országjáró körútján Bakondi György, a kormány főbelbiztonsági főtanácsadója a nemzeti konzultációról tartott fórumot. Harmadszor nyerne bajnokok ligáját a győri Audi Etokácia hétvégén. A Final Four elődöntőjében a Buducsnosz Podgoricával találkoznak a zöldfehérek. Ha hétvége, akkor rengeteg program. Tömördi Szabina ma is összeszedte nekünk régiónk legizgalmasabb kikapcsolódási lehetőségeit. Szia Szabina, miből választhatunk a hétvégén?
Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Vasútmodell kiállítás Győrben 450 négyzetméteren nézelődhetnek majd az érdeklődők, lesz terepasztal és képes labgyűjtemény is. Vasútmodell kiállítás szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között az Etó Parkban. Aztán veterán jármű találkozó és alkatrészbőrze Moson-Magyaróváron, jármű bemutatók, autó, motor, szépségverseny, alkatrészbőrze és gyermekgokart is várja az érdeklődőket szombaton délelőtt 10 órától az Agrártudományi Egyetemen. Aztán Mazsorett Gála Tatabányán, a Bányász Mazsorett Együttes nagyszabású rendezvénye vasárnap délután 4 órakor kezdődik majd a Vértes Agórájában. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Változóan felhős lesz a szombat, az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében csapadékra, nem viszont napsütésre azért számíthatunk. Szombaton hajnalban 10, reggel pedig 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton délutára inkább napos idő várható, de azért pár gomoly felhő lesz az égen, a nappali csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul. A szombat este már egy kicsit felhősebb lesz, 15-21 fokot mérhetünk majd a nap végén. A folytatásban felhősebbre vált az időjárás északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. Vasárnap például eshet is az eső, a nappali minimum 12, a maximum pedig 19 fok körül alakul. Hétfőre is változóan felhős, csapadékmentes időt ígérnek, reggel és este 10, nappal pedig 17 fokkal. A kedd is felhősen alakul, de szintén nem várható csapadék, a nap elején és végén 7, napközben pedig 10 fokra kell számítani. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták május 5-én pénteken. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Friss híradóval legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Addig is jó éjszakát és kellemes hétvégét kívánok, a viszontlátásra! Thank you.